Koncerteket, hangversenyeket, kiállításokat is rendeznek majd a felújított Albert Irsai zsinagógában. A 200 éves épület rekonstrukciójára pályázaton nyert pénzt, mintegy 288 milliót a város. A munkálatok során helyreállították az épület eredeti arculatát, de szabadtéri színpadot is kialakítottak. Az ünnepélyes avatón a vezető rabbi Köves Slomó is köszöntőt mondott. Így nézett ki Albert Irsa legrégibb műemléke, a zsinagóga. Az 1800-as évek elején épült egykor impozáns épületet szinte néhány év alatt teljesen kifosztották, az idő pedig jócskán kikezdte a falakat, a belső teret. Az Albert Irsai önkormányzat folyamatosan kereste, és végül meg is találta a lehetőségét, hogyan újíthatnák fel a szebb napokat is látott épületet. Így néz ki most a zsinagóga. A felújításhoz több százmillió forintra volt szükség, amelyet végül a Nemzeti Kulturális Alaptól és a Norvég Alaptól pályázaton nyert a város, összesen 288 millió forintot. Az épületnek meghagyták az eredeti arculatát, de a funkció bővült. Művészetek házaként működik mostantól, egy szabadtéri színpadot is kialakítottak. Az ünnepélyes avatón a polgármester köszönetet mondott a pályázatíróknak, kollégáinak, a kivitelezőknek. Fazekas László úgy fogalmazott, Irsa régi álma teljesült a felújítással. Az alberti irsai zsidóság nagyon komoly értékteremtő, bocsánat a kifejezésére elem, értékteremtő közösség volt. És voltak is, vannak más értékteremtő közösségek Albert Irsán. És azok az értékek, amiket ők létrehoznak, azok egymástól sokszor nagyon is különbözőek. És itt térek vissza arra, hogy miért fontos még ez a beruházás. Úgy vélem, hogy nekünk, akik ma itt élünk, óriási felelősségünk, hogy ezek a sok vonatkozásban egymástól különböző értékek kioltják, vagy épp erősítik majd egymást. És azt hiszem, azt vallom, és azt remélem, hogy ez a ház, ami hajdani zsinagóga volt, és megőriztük az eredeti jellemzőit, és ezen túl művészetek házaként funkcionál, egyik kovásza, egyik előmozdítója lehet annak, hogy ezek az értékek, ezek erősítsék egymást, ez akkor lehetséges, ha megismerik egymást a különféle értékek hordozóimra, megismerik az apja a toleranciának, az elfogadásnak. Kívánom, hogy ehhez járuljon hozzá ez a ház valóban. Az épületben koncerteket, hangversenyeket, kiállításokat is tartanak majd. A mintegy 200 fő befogadására alkalmas zsinagóga fontos kulturális hely, nem csak a városban, de a tágabb pátriában is. Erről már a térség országgyűlési képviselője beszélt. Albert Irsa, mint egy város, közösség, feladatot szab, szolgálatot szab a város vezetőinek, képviselőtestületnek, a polgármesternek, és nekik kell, hogy képviseljék a város egészét, minden itt élőt, és kell, hogy olyan programokat, olyan működési feladatokat oldjanak meg, amely önöknek, Albert Irsaiaknak a szolgálatát, kiszolgálását végzi. Az építés az az önkormányzatok, polgármesterek, képviselők számára mindig egy nagyon örömteli feladat, hiszen ha építünk valamit, annak látszatja van. Ha építünk valamit, azt át lehet adni, végig lehet rajta sétálni, be lehet kopogtatni, azt lehet mutatni, hogy igen, ez az, amit mi csináltunk. Persze van egy másfajta építés is, ami ennél sokkal, de sokkal nehezebb, de valószínűleg sokkal értékesebb, sőt, egészen biztos, hogy sokkal értékesebb, amikor magát a közösséget építjük és erősítjük. Hiszen az, hogy egy épületnek a megalkotásától kezdve milyen sorsa lesz, és hová jut el, azt nehéz megmondani. De egy közösség formálásánál, amikor egy célt kitűzünk magunk elő, kitűzzük a közösségünk, a általunk képviseltek, az általunk, vagy velünk együtt dolgozókkal meghatározzuk a céljainkat, akkor az egy olyan hosszú távú és értékrendek mentén létrejövő építkezés, amely
jó esetben soha nem ferdül el, soha nem tér el a jó iránytól, bár mindig alakul. Mindig alakul attól függően, hogy mivé és hogyan alakul mellette, körülött a világ, mi az, amit a pillanatnyi közeg megkövetel. Itt most egy épület újjászületésénél vagyunk. Egy épület újra, hát nem igazán alkotásánál, hiszen az épület az önmaga, hála Istennek, megélte a mostani időszakot, de mindenképpen a felújításánál és egy új funkcióadásánál vagyunk. És az egy természetes dolog, hogy ha az ember megalkot valamit, és telik, múlik az idő, akkor esetenként megváltozik az a cél, amire az ember alkotta eszközöket használhatjuk. De ebben az esetben azért egy kicsit mégiscsak más a helyzet. Mert persze jó az, hogy művészetek háza lesz itt, jó az, hogy a város közösségét egy olyan új vagy megújuló épületben, egy olyan nagyon fontos feladatot, nagyon fontos nevelési, szervezési feladat ellátó intézménnyel, épülettel gyarapszik a város, amit a művészetek háza jelenthet. De mindig, amikor ide belépnek, mindig, amikor ide belépünk, és mindig, amikor erre az épületre nézünk, túl azon, hogy értékeljük az építészeti értékét, túl azon, hogy értékeljük a szépségét, azért az egy picit, én biztos vagyok benne, hogy mindenkiben ott motoszkál, hogy miért ürült ki az eredeti funkciója ennek a háznak. És ennek a háznak, és ennek a művészetek házának az igazán nagy közösséggé alkotó ereje, én azt gondolom abban is, vagy abban leledzik majd, hogyha mindig tudva azt, hogy ennek az épületnek van egy rendkívül nehéz öröksége, van egy rendkívül nehéz jelentősége, az mellett mindig megújulva, mindig újra és újra a fiatalokat és a kevésbé fiatalokat, mindannyiunkat, Albert és Sajakat, és mindazokat, akik ide látogatnak, azokat egyfajta örömmel, egyfajta jövőbe vetett hittel láthat el. De amikor ez a jövőbe vetett hit megtelepszik rajtunk, azért gondolnunk kell arra, hogy a világ milyen is tud lenni, milyenné is tud fajulni, és mi ellen kell a mi közösségünknek, közösségeinknek nap mint nap dolgozni, fellépni, akár csak azzal, hogy rámosolygunk egymásra, akár csak azzal, hogy bekopogunk egymáshoz, akár csak azzal, hogy a szomszédra is figyelünk, azzal, hogy élünk ember mellett, emberhez méltóan egymás mellett. Én azt gondolom, azt remélem, hogy ez a ház a művészetek pártolása mellett ezt az emberséget, ezt a közösségformálást is segíteni fogja. Albert Ircsa szépen fejlődik, több beruházásnak is örülhettek a helyiek az elmúlt években. A felújított zsinagóga pedig újabb mérföldkő, mondta a szakminisztérium államtitkára. Az anyagi gyarapodás csak egy dolog ahhoz, hogy jobb életünk legyen. Kellenek azok a közösségek is, amiről államtitkár úr szólt. Én abban bízok, hogy ahhoz a fejlődéshez, amit a statisztikák alapján Albert is ellátok, ami leírható abban, hogy 3 év alatt a település adóerőképessége 35% körül bővült. Az a fejlődés, ami azt gondolom statisztikák alapján országos szinten is látható. Ez a fejlődés fenn fog maradni a következő időszakban is, és lesz ereje az önkormányzatnak arra, hogy további beruházásokat valósítson meg, akár európai uniós tagsághoz kapcsolódó forrásokból, akár kormányzati támogatásból, akár saját erőből. Abban bízok, hogy lesz a városnak ereje arra, hogy a működtetéshez szükséges forrásokat nyugodtan, biztonsággal biztosítsa, és legfőképpen hasonlóan államtitkár úrhoz abban bízok, hogy nem csak anyagilag gyarapszik a település, nem csak anyagilag gyarapszik az ország, hanem szellemiekben is. Én azt kívánom önöknek, hogy ez az új, megújult épület egy olyan központ legyen, ahol szellemileg is meg tudunk újulni, ahol szellemileg is meg tudnak újulni, ahol az anyagi gyarapodás mellett talán ennél fontosabb szinten szellemiekben értékrendszerbeli ítéleteket illetően is fogunk tudni gyarapodni, fognak tudni gyarapodni, és hosszú időre, talán akár 200 évre is egy új központja lehet ez Albert Ircsa életének.
A felújítás során a kivitelezők törekedtek arra, hogy a zsinagóga falai, ajtajai és ablakai őrizzék a 200 évvel ezelőtti hangulatot, a zsidók imahelyét. Hálásak vagyunk azért, hogy ezek a tervek ezek megvalósultak, és én azt gondolom, hogy mint rabbi, ha nem is albertisai, de itt a környékből, Budapestről, nekem kötelességem, hogy ezt megköszönjem a zsidó közösség és a valamikor itteni zsidó közösség nevében is, polgármester önnek is, és a önöknek, mindenkinek, aki itt most jelen van, azoknak, akik ezt az ügyet támogatták. Köszönöm, és azt gondolom, hogy ezzel hálával tartozunk. 147.825, ez a szám, ez egy nagyon fontos szám, mert 147.825 ima hangzott el itt ebben az épületben számításom szerint, 1809 és 1944 között. Ez a 147.825 ima az év 365 napján napi háromszori imádság, ez beivódik azokba a falakba, amik most is körülvesznek bennünket, és így, hogy ilyen gyönyörűen van ez a zsinagóga felújítva, nincsen valahogy leterhelve, nincsen eltakarva az, amit régen volt, hanem annak a naturális tisztaságában itt van, mint hogyha visszasugározna ránk ez a sok-sok ima, amit ez az épület magába szívott, és ettől teremt ez a négy fal ilyen különleges hangulatot. Én azt kívánom önöknek, hogy ezeket az imákat, amelyek így visszasugároznak ránk, és majd önökre mindig, hogyha ebbe az épületbe töltenek egy-két órát, azokból mindannyian merítsünk erőt, és tegyünk azért, hogy az összes olyan még felelhető valamikori zsidó emlékhely és közösségi hely, ami Magyarországon még nincs ilyen állapotban, az tudjon ilyen állapotba kerülni, és azok az épületek, amik pedig ilyen szépen és ilyen méltóan megújultak, azok egyszerre szolgálják a helyi közösséget, és egyszerre szolgálnak emlékül a valamikori helyi zsidó közösségnek. Az ünnepélyes avatón Káli Dartus színművész Szépernő Lila Akác című művéből mondott részletet. Én zsidó vagyok? Hogy zsidó vagyok? Mi az? Sárga vagyok én? Vagy zöld? Vagy kék? Vagy milyen? Épp olyan testcím vagyok, mint a magyarok. Kinek az ideája volt, hogy én itt zsidó legyek? Nekem bizony Isten eszembe se volt, hogy zsidó leszek majd, ha megszületek. Itt várt a világon ez a buta meglepetés, amikor itt kiszálltam, hogy nekem itt zsidónak kell lenni. Miért? Én magamban egyáltalán nem gondolok erre. Amikor én magamban vagyok, én abszolút nem vagyok zsidó. Egy fiú vagyok. A szerelem a hazám, és az Istenem a halál. És valaki rám néz, és azt tudja, hogy én zsidó vagyok. Mintha én ránéznék valakire, hogy... akiről tudják, hogy az lopott egyszer. És nekem a szememmel ki kell tartanom ezt a vádat, vagy ráfogást, vagy elnézést, vagy mi ez, hogy az ember zsidónak veszik. És nekem úgy kell néznem, hogy igenis, jól van, rendben van, zsidó vagyok. Pedig én bennem ez egyáltalán nincs elintézve. Én ebből az egészből nem értek semmit. Én ebben nem vagyok belenyugodva. Mit csináljak? Engem kérdeznek, amikor rám néznek. Mit feleljek? Én legszívesebben elnevetném magam, és azt mondanám, hogy ilyen ostoba őrültséget, hogy ebben az érdekes életben ilyen butaságokkal is foglalkozni. Néha azt érzem, hogy olyan, mint az egész egy rossz vicc lenne, amit azért találtak ki, hogy én ilyen butaságok miatt is szenvedjek. Nekem egész életemben
zsidónak kell lenni. Tessék talán felosztani ezt. Mint a katonaságot. Vagy mint egy közmunkát. Mindenki szolgáljon mondjuk egy évet, mint zsidó. Ha már okvetlenül kell valaki zsidó is legyen. Azon kívül, hogy ember. Ez volt mára a háttér. Háttérrel holnap is jelentkezünk, akkor Junghans Anita várja Önöket. Viszontlátásra!